Lankó Viola, a gyermekjogi tanácsadó, a vendégünk, szeretettel köszöntelek a stúdióban. Jó reggelt! Azt olvastuk a közleményetekben, hogy Magyarországon 23 ezer gyerek él a szülei nélkül. Valós? Mennyire valós ez a szám? Én nagyon nagynak tartom. Igen, ez egy pontos adat. Magyarországon 23 ezer gyerek él jelenleg gyerekvédelmi gondoskodásban. Ez körülbelül ennyi az előző években, nagyjából ugyanannyi szakellátott gyereket látunk el, illetve az előző pár évben még egy kicsit növekedett is ez a szám, úgyhogy hát igen, természetesen ez egy magas szám, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a gyerekek nem élhetnek a vér szerinti családjukkal. Miért nem élhetnek? Hogy kerülhetnek a gyerekek az SOS gyermekfalvakba? Az SOS gyerekfalvak, ez egy nevelőszülői hálózat, a gyerekvédelmi szakellátásnak egy formája, és a gyerekek úgy kerülnek hozzánk, hogy a gyámhivatalhoz egy határozatot arról, hogy kiemelik az adott gyerekeket a vér szerinti családjukból. Itt nagyon különbözőek az okok, hogy ez miért történik meg. Tehát általában a tipikus okok az a gyereknek az elhanyagolása, esetleg bántalmazás, szülők szenvedélybetegsége, a súlyos szegénységgel összefüggő életviteli problémák. Tehát itt arról van szó, hogy tulajdonképpen egy család nem valami miatt nem képes nevelni a gyermekét megfelelően, és az alapellátások erősítésével, illetve megfelelő szociális munkával sem sikerül mondjuk egy családot abba a helyzetbe hozni, hogy képes legyen a gyermekét nevelni, akkor történik meg a kiemelés. Ha szerencsénk van, vagy ha szerencséje van a gyereknek, azért ez egy átmeneti időszak, és egy idő után a gyerek visszakerülhet a vér szerinti családjába. Alapból hoz magával egy traumát, az a költözés is az lesz neki, és gondolom ünnepek környékén sokkal több a dolgotok a kis lelkük ápolásával, főleg, hogy ugye most volt az anyák napja. Uh-huh. Hogyan tudtok nekik segíteni, hogy könnyebb legyen? Uh-huh. Hát igen, tehát ez egy kicsit szomorú vagy ambivalens ünnep egy gyerek számára, tehát az anyák napja, ugyanis többnyire nem lehet a vér szerinti anyukájával, de azért van benne öröm is, hiszen ha minden jól alakul, akkor azért a nevelőszülővel nagyon bizalmas, nagyon szeretetteljes kapcsolatban van, aki nagyon sok mindenben segít neki, és egy ilyen valódi érzelmi kapcsolat alakul ki köztük, úgyhogy ezek értékes kapcsolatok, és ilyen módon az anyák napját át tudjuk itatni egy ilyen pozitív élménnyel is a gyerekek felé. Ezzel együtt ez nagyon fontos, hogy ezeknek a gyerekeknek biztonság kell, érzelmi támogatás, egy nagyon biztonságos környezet kialakítása az a cél, mert valóban, ahogy itt elhangzott, nekik nagyon, nagyon nehéz, hogy hirtelen kikerülnek az ő megszokott környezetükből, még akkor is, hogyha ez egy ilyen hányatatott sors volt, nekik akkor is az volt valószínűleg addig a természetes. Úgyhogy hát a nevelőszülőkön van a legnagyobb hangsúly, hogy ők mennyire tudják a gyereket támogatni, megnyugtatni, gondoskodni róla, mennyire tud egy ilyen gyümölcsöző kapcsolat kialakulni köztük. A nevelőszülőknek mindig ott kell velük lenni, hogy képzeljük el ezt a hálózatot? A nevelőszülő az tulajdonképpen úgy működik, mint egy tipikus szülő, azzal együtt, hogy ez egy munka is, egy hivatás, foglalkoztatási jogviszony, tehát a nevelőszülők állami feladatot látnak el, hiszen a gyerekvédelmi rendszerbe került gyerekekről gondoskodnak, úgyhogy ezért ők bért kapnak, munkabért, a gyerekek gondoskodásához pedig ellátmányt, de az élet stílusuk az úgy néz ki, mint egy hagyományos szülőnek, hogy ha akarnak, dolgoznak mellette, ha akarnak, főállású anyaként otthon vannak, és gondozzák a rájuk bízott gyerekeket. Ha szeretnék egyet, kettőt, ha szeretnék többet, nyilván attól függően, hogy ki mennyire érzi magát elhivatottnak, képesnek arra, hogy nevelje ezeket a gyerekeket, azért azt el kell mondani, vagy látni kell, hogy ezek a gyerekek gyakran nagyon nehéz körülményekből jönnek, és nagyon sok
akár trauma van a mögöttük, úgyhogy ezért nagyobb odafigyeléssel, nagyobb törődéssel, több időt rájuk számba, több energiát rájuk fordítva kell őket nevelni, de az is fontos, hogy a nevelőszülő ebben a szerepében nem marad egyedül, hanem őt támogatják az SOS-nek a szakemberei, a nevelőszülői tanácsadók, a pszichológusok, illetve lehetőségük van járni szupervízióba, nevelőszülői közösségekbe, úgyhogy ezért azt reméljük, hogy tudunk nekik adni annyi erőforrást, annyi muníciót, hogy aztán ezt a munkát ők valóban hatékonyan és örömtelien tudják végezni. Hány nevelőszülő van most Magyarországon? 5500 nevelőszülő van Magyarországon, ebből az SOS keretein belül körülbelül 80 dolgozik, de azt is látni kell, hogy körülbelül 1-2000 nevelőszülő hiányzik a gyerekvédelmi rendszerből, tehát folyamatosan toboroznunk kell, anyák napja alkalmából is ezt a kampányfilmet, ami elhangzott a felvezetőben, ezért forgattuk, hogy felhívjuk a figyelmet erre a hivatásra, és kedvet csináljunk tulajdonképpen az embereknek ahhoz, hogy vállalják ezt a nemes hivatást. Említetted, vagyis hát beszéltünk a videófilmről, ez az első kisfilm a kampányban, ahol híres emberek gyermekei szavalnak. Miért tartottátok fontosnak, és miért pont azok a sztárok és csemetéik szerepelnek a kisfilmben, akit választottatok, például Stanka Jorsi fia, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lányai is megszólalnak a videóban. Uh-huh. Időről időre szervezünk nagyobb kampányokat, tehát hogy valahogy fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy nevelőszülőket kell toboroznunk, és nevelőszülőkre van szükségünk. És hát azt gondoltuk, hogyha népszerű vagy híresebb embereken keresztül mutatjuk be a szülőszerepet, akkor ez még több emberhez jut el, még több embert érdekel, és ezen keresztül mi be tudjuk mutatni ezt az egész témát, tehát az ő szülőségükön, az ő gyerekükön keresztül meg tudjuk mutatni, hogy vannak kevésbé szerencsés gyerekek, vannak olyan szülők, nevelőszülők, akik őket nevelik, és hogy miért ezek a sztárok, ők kerültek valahogy a mi látóterünkbe, akik örömmel és szívesen vállalják ezt a feladatot, akár a szülőségben nagyon kiteljesednek, akár szívesen állnak emelni az ügy mellé. Személy szerintem mit tudnál javasolni azoknak, akik nézik a műsort, hezitálnak, hogyan készüljenek lelkileg arra, hogy ők egyáltalán felkeressék az SOS gyermekfalvakat, és érdeklődjenek, miért érdeklődjenek a nevelőszülőség iránt? Érdemes ezen valóban gondolkodni, tehát hogy ezt nem kell rögtön meghozni, ezt a döntést, nem kell hirtelen belevágni egy ilyen nagy volumenű feladatba. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nézegesse az sos.hu honlapot, ahol nagyon sok hír van, meg videó arról, hogy mit jelent a nevelőszülőség. Ugyanígy van egy YouTube csatornája az SOS-nek, ahol nagyon sok filmet és ilyen kampányanyagot lehet látni, tehát ha ezeket az ember végignézi, akkor nagyon sok mindent megtudhat arról, hogy mit jelent ez az életforma. És hogy miért érdemes ezen gondolkodni, az gondolom, hogy ez egy nagyon értékes feladat, nagyon fontos a társadalom számára, ilyen módon egy társadalomnak felelős viselkedés, hogyha az ember nevelőszülő, ez nagyon sokat tud adni így azoknak a gyerekeknek, akiknek erre szüksége van. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki ezt megteheti, mert van annyi érzelmi potenciája, van annyi érzelmi tőkéje, hogy ennyit adjon magából, és ezáltal hozzájáruljon nem csak az egyén, hanem ilyen módon a társadalom fejlődéséhez is, annak tulajdonképpen kötelessége is valamilyen módon segíteni. Mi motiválja azokat a nőket, akik szeretnének nevelő szülővé válni, nevelő anyává? Uh-huh. Gondolom, tehát meg lehet itt különböztetni a nőket, férfiakat? Lehet férfi és nő is nevelőszülő, tehát nincsen ilyen nemi kikötésünk. Általában egyébként házaspárok jelentkeznek, de lehet természetesen egyedülállóként is jelentkezni, hogyha az ember úgy értékeli, és a mi szakembereink is úgy értékelik, hogy egyedül képes erre a feladatra, mint ahogy már a hagyományos vagy kevésbé nehéz helyzetben lévő családok közül is gyakran vannak egyedülálló szülők. Tehát
A motivációk hasonlók, amit elmondtam, tehát sokan azért vállalják ezt, mert úgy érzik, hogy felelősségük segíteni, vagy szeretnének segíteni, nekik van annyi elhivatottságuk, vagy érzelmi tőkéjük, amit szívesen megosztanak, és ezáltal segítenek a gyerekeknek. Van olyan motiváció is, hogy egyébként is otthon van a kisgyerekeivel, akkor tulajdonképpen miért nem vállalhatna további egy vagy két gyereket az anyuka. Van, aki azért vállal nevelőszülőséget, mert éppen kirepültek a saját gyerekei, de unokáira még várni kell, viszont nagyon szeret gondoskodni a gyerekekről, tehát neki ez jól megy, meg ez az, amiben jól érzi magát. Úgyhogy ezek ilyen nagyon változatos motivációk. Hogyha valaki szeretne még több információt kapni abból az alkalomból, hogy hogyan válhat nevelőszülővé, akkor milyen úton, módon találhat meg titeket? Az sos.hu holnapon tájékozódhat, az sos.hu/nevelőszülő, ékezetek nélkül, oldalon pedig megtalálja a telefonszámot és az e-mail címet, ahol jelentkezhet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is a meghívást.